Ukrajnának egyszerűen fel kellene robbantania a Barátság kőolajvezetéket, mert ezzel tönkre tudná tenni Orbán Viktor magyar miniszterelnök iparát, ami erősen az orosz kőolajra épül. Erről Volodymyr Zelenszkij beszélt egy februári találkozón a Washington Post szerint. Skype-on kapcsoljuk Bendarzsevszkij Antont. Külpolitikai szakértő a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyire tekintsük hitelesnek a kiszivárgott dokumentumokat? Ez ilyenkor mindig az alapkérdés. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben inkább valamiféle álhírről, egyfajta kacsáról lehet szó. Inkább az a kérdés, hogy kinek állhatott érdekében egy ilyen hírnek a kiszivárogtatása, egy ilyen helyzetnek a bemutatása. Megmondom miért, hiszen az ukrán vezetésben is pontosan tisztában vannak azzal, hogy Magyarországnak milyen szerepe van a háborúban, mégpedig az, hogy hát többek között az üzemanyag, a dízel az ukrán járművekbe és a tankokba nem magától kerül oda. Ugye az ukrán kőolaj feldolgozó ipar gyakorlatilag teljesen megsemmisült a háború elmúlt egy évében, úgyhogy Ukrajna teljes mértékben külföldi importra szorul, és elsősorban Lengyelországból és Magyarországról kapja meg ezt az üzemanyagot. És ez az üzemanyag a Barátság kőolaj vezetéken jön át Magyarországra, kőolaj formájában feldolgozzuk, és ugye eladjuk Ukrajnának. Tehát Ukrajna tőlünk is kapja meg a haditechnikához szükséges üzemanyagot. Tehát, hogyha felrobbantják a vezetéket, saját magukkal is kiszúrnak. Pontosan, tehát ez egy stratégiai lábon lövés lenne. Nyilván ezzel pontosan tisztában van az ukrán vezetés is. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem tudom, az ukrán vezetés fontolgatná, hogy Magyarországnak valamilyen kárt okoz a magyar iparnak a ellehetetlenítésével, hanem itt arról van szó, hogy egy ilyen akcióval saját magukat lövik lábon is, ellehetetlenítik a katonai mozgásokat. Tehát ezért tartom azt, hogy ez egy teljesen kacsa hír, nem tudom elképzelni, hogy valódi beszélgetés hangzott volna. Szerintem most ezzel a beszélgetéssel mi sok nézőnket meglepjük, mert hogy azért arról ritkán esett szó, hogy Magyarország látná el az ukrán hadsereget, nyilván magát Ukrajnát, és annak egy része a felhasználás tekintve a hadsereghez megy, gázolajjal. Tehát ez ebben a formában szerintem sok nézőnk számára meglepő hír volt. Ezzel a MOL nem szokott dicsekedni. Nyilván nem, hogy mondjam, nem közvetlenül az ukrán hadsereget támogatjuk ezzel az üzemanyaggal, hanem ugye Ukrajnának adjuk el az üzemanyagot. És egyébként bár Magyarországon valóban, hogy mondjam, nem annyira népszerű hír volt, vagy nem annyira terjesztett hír volt, de az ukrán energetikai vállalatnak a vezetője néhány hónappal ezelőtt köszönetet mondott Magyarországnak azért a dízelért, azért az üzemanyagért, amelyet Ukrajna Magyarországtól kapott. Itt van egy másik hír, ugyanannyira kacsa, hogy a Wagner vezér, aki hát volt, aki például a legvéres szájúbb és véres kezűbb vezetőnek tünteti fel magát, és tünteti őt fel a világ az orosz-ukrán háborúban, elárult volna orosz egységeket Ukrajnának? Miért tette volna, mi érdeke lett volna ebben? Ugyanez a kategória, mint a Zelenszkij féle nyilatkozat. Ezért sem lehet komolyan venni egyébként sajnos ezt a fajt újságírói. Ugye sokszor egy újságíró oknyomozó munkának van úgy, hogy ez egy valóban komoly oknyomozó újságíráson épülő helyzet, amikor valóban heteket vagy hónapokon keresztül kutatnak, és előjönnek valamiféle eredménye. Sokszor viszont olyan forrásokat használnak, aminek az eredetét nem ismerjük, és elképzelhető, hogy valahonnan máshonnan kapják meg, tehát szándékosan mondjuk vagy egy amerikai, vagy akár egy orosz dezinformációs bomba az, amit kapnak az újságírók. Tehát ebben a helyzetben az, hogy Jevgenyi Prigozsin, aki hát inkább az orosz ultrapatrióta szárnyhoz tartozik, aki még keményebb fellépést sürget Ukrajnával szemben, aki azt mondja, hogy Oroszországnak át kell állni a hadigazdaságra, be kell jelenteni, hogy nem különleges katonai művelet van, hanem háború van. És ez a Jevgenyi Prigozsin megegyezne háttérben Ukrajnával, cserébe azért úgy hangzott a Washington Postos hír, hogy bizonyos pozíciók ukrán feladásáért cserébe Prigozsin elárult volna az orosz hadseregnek bizonyos állásait. Tehát arra appellál a Washington Post, hogy van egy erős ellentét Prigozsin és az orosz hadsereg között, ez igaz, de az abban a formában egyáltalán nem képzelhető el, hogy Prigozsin a háttérben ukrán hatóságokkal tárgyalna bármiről is.
Főként azért nem, mert ugye magával is kiszúr, ez már megint ugyanaz a lábon lövés, tehát hogyha orosz egységeket gyengít, akkor voltak éppen a saját helyzetét a is saját gyengíti helyzetét a fronton. Pontosan, ebben egészen, van egy ilyen egészen fura. Az, hogy Prigozsin ilyen keményen fogalmaz az orosz hadsereggel kapcsolatban, mint ahogy, meg az orosz vezetéssel, alapvetően még Putyinnal kapcsolatban is nem ritkán, azért az egy olyan bátorságot mutat, egy olyan pozíciót mutat az orosz politikában, ami meglepő, hát végül is nem ő vezeti Oroszországot, de úgy tesz néha. Nem vagyok, én azt gondolom, hogy alapvetően lehet valamiféle iratlan megegyezés Putyin és Prigozsin között, tehát lehet, hogy egyébként Vlagyimir Putyin jóvá hagyta ezeket a nyilatkozatokat, és szándékosan hagyja, hogy Prigozsin, ugye egy zsoldos csoportnak a vezetője, a zsoldos hadsereg, vagy zsoldos csoport egyébként nem is... Itt vagyunk. Anton, meg vagyunk. Nem tudom, bocsánat, hogy... megszakadtunk. De mi itt vagyunk, megszakadtunk és egy látjuk pillanatra. Is, és halljuk is. Lehet, hogy tényleg... Akkor viszont most kell elbúcsúznunk Anton Bendazsevszkitől, mert valószínűleg a kapcsolat maga szakadt meg. Köszönöm neki az eddigieket. Szerintem a lényeget megtudtuk, hogy megértettük-e, illetve számomra akkor egy kérdés maradt, amit már nem volt idő megbeszélni, hogy a Washington Post, mint egy a világban mérvadónak tekintett újság, hogy hozhat elő egy olyan hírt, amit nem ellenőrzött, és ha ellenőrzött, akkor nem kételkedett annak a valóságában. De erre most nem volt időnk, szerintem ez egy másik beszélgetés témája lesz. Amiként egy másik beszélgetés kezdődik pillanatokon belül itt az ATV-n, Krug Emília vezeti majd azt a beszélgetést, és már itt is van Emili, szervusz! Itt is vagyok, szervusz Egon, és köszöntöm a nézőinket. A naphíre négy témájából kettőt elmondok. Őszintén szólva szerintem már azt a kettőt, ha alaposan kivesézzük, akkor megtöltjük a előttünk álló 50 percet. Azzal fogunk kezdeni, hogy szerintem egy ország örül a hírnek, hogy Gálvölgyi János sokkal-sokkal jobban van. Újra szeretne Pintér Béla darabjában játszani, amit nemrég én is láttam, és Gálvölgyi János ott is remekelt. De hát az eset tanulságai még mindig nem értek véget. Ugye Kunec Zsombor posztolt egyet, hogy igenis számon tartják, hogy VIP betegről van-e szó. A mentőszolgálat ezt pontosította, hogy lehet egy bizonyos EU VIP kártyája például minisztereknek, államtitkárok, kabinetfőnököknek, és ezért van egy ilyen rubrika, amikor a mentők az adatainkat elkérik. Na, innen indul majd ez a beszélgetés. A másik témája pedig az lesz, hogy a hétvégén nyílt nap volt a Sándor palotában, és hát Novák Katalint tüntető diákok és tanárok is megtalálták, és újra elmondta, hogy ő bizony nem ért egyet a kormánnyal, amelyért egyébként nem felel, ezt is hozzátette. Az EU-s pénzektől függetlenül emelni kéne a tanárok fizetését. Megtalálták őt azzal a bizonyos Molinóval, amit még jó pár éve egy tőlevet idézettel illusztráltak, mondván, hogy hálás a sorsnak, hogy nem röhelyes pedagógus jövedelemből kell, hogy éljenek ő és a családja. Úgyhogy ezzel a két témával kezdjük majdnem sokára a naphírét. Komáromi Zoltánnal, Csárdi Antallal és Varga Lászlóval várjuk a nézőket. Hát, igazad lehet, ez valóban ad témát a mai estére. Ha még a másik kettőre is jut, akkor majd azt is megismerik a kedves nézők. Emília, köszönöm szépen! Önöknek szép estét kívánok és jó tévézést, maradjanak továbbra is az ATV mellett és az ATV-vel. Az azért is jó, mert holnap este akkor mi is találkozunk 19:25-kor itt az Egyenes Beszédben. Viszontlátásra!